Itt vagyunk a parlament főbejáratánál, ugyanis elérkezett az a történelmi nap, amikor a Mi Hazánk mozgalom parlamenti képviselői benyújtják az 1921. évi 33-as törvény, tehát a trianoni békeszerződésről szóló törvény hatályon kívül helyezését célzó törvényjavaslatunkat. A törvényjavaslatunk indoklása az azzal kezdődik, hogy már az 1921. évi 33-as törvény preambulumában is arra hivatkoznak, hogy kényszerhelyzetben fogadták el ezt a jogszabályt, kényszerhelyzetben, kényszerítés közben írták alá magát a trianoni békeszerződést is, márpedig a kényszerítés a büntető jogban egy bűncselekmény, hogyha kényszerítéssel írnak alá, vagy fogadnak el akár egy szerződést, akkor az semmisnek tekinthető. Ez tehát a fő érvünk, de vannak más jogi érveink is. Kérem, tartsanak velem a parlament épületébe, és hallgassák meg a további érveinket is. Ahogy azt korábban megígértem, itt vagyunk a parlamentben, és azért vagyunk az országházában, hogy beadjuk azt a törvényjavaslatot, amellyel egy történelmi tettet végrehajtva hatályon kívül szeretnénk helyeztetni a trianoni békeszerződésről szóló 1921. évi 33. törvényt. És itt áll mellettem dr. Fülöp Erik, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője, aki ezt a törvényjavaslatot jegyzi, és természetesen hozzá csatlakozott másik két parlamenti képviselőnk, Dúró Dóra és Apáti István is. Ez a törvényjavaslat itt van a kezemben, ez úgy kezdődik, hogy Magyarország alaptörvényének 6. cikk első bekezdése alapján az Észak-Amerikai Egyesült Államokkal, a Brit Birodalommal, Franciaországgal, Olaszországgal és Japánnal, továbbá Belgiummal, Kínával, Kubával, Görögországgal, Nikaraguával, Panamával, Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, a szerb-horvát-szlovén állammal, Sziámmal és Cseh-Szlovákországgal 1920. június hó 4. napján Trianonban kötött békeszerződés becikkezéséről szóló 1921. évi 33. törvény hatályon kívül helyezéséről címmel a mellékelten csatolt törvényjavaslatot terjesztjük elő. Az indoklás részben több dologra is hivatkozunk. Az egyik legfontosabb indoklási részünk az az, hogy tulajdonképpen ez a törvény, ez az 1921-es trianoni törvény, ez már csak azért is de jure érvényét veszítette, mert az 1921. évi december 14. és 16. között Sopron és környékének lakossága népszavazáson dönthette el azt, hogy összesen 257 négyzetkilométer Magyarországhoz vagy Ausztriához tartozon-e. A sikeres népszavazásnak köszönhetően Sopron visszakerült Magyarországhoz. A 21-es trianoni törvény alapján azonban Sopron jelenleg is Ausztria része. Szintén hivatkozunk arra a törvényjavaslatunkban, hogy 1923. január 10-e és március 9-e között lezajlott népszavazás eredményeképpen visszakerült Magyarországhoz Narda, Felsőcsatár, Vaskeresztes, Horvátlövő, Pornóapáti, Szentpéterfa, illetve a Kőszegtől északkeletre fekvő Olmód, a Fertőtől keletre pedig Fertő Újlak. A folyamatban kezdeményező szerepet játszó Szentpéterfa később megkapta a Communitas Fidelissima, azaz a leghűségesebb község címet. Szintén hivatkozunk arra, hogy 1922. február 8-án Szomoróc és Kerca újra Magyarországhoz csatlakozhatott. Jelenleg a két falu Kerca-Szomor néven egy községet alkot, és az országgyűlés 2008. november 20-i hatályú emléktörvényével a Communitas Fortissima, tehát a legbátrabb falu címet adományozta a községnek. Az 1921. évi 33. törvény tehát ellentétes akár ezekkel az országgyűlési emléktörvényekkel is, ezért is indokoltuk a törvényjavaslatunkat, illetve van még egy nagyon fontos indoklás, ugyanis 1930. június 4-én Aponyi Albert gróf az országgyűlési beszédében rámutatott arra, hogy bár a becikkelyezett törvény megfelelt a nemzetközi közjogi normarendszernek, a ratifikációs eljárás nagyfokú érvényességi hibától szenvedett, mivel hiányzott hozzá a nemzeti törvényhozói akarat szabad megnyilvánulása, azaz annak kikényszerített módja, tételes alkotmányos és törvényi szabályozás hiányában az akkor hatályos szokásjogba ütközött, ezért a törvény érvénytelenségét eredményezte.
további jogi érveink a trianoni béke diktátumot hatályban tartó törvénynek a eltörlésével kapcsolatban, az egy olyan jogelméleti vezérszál, amely már a római jogban is a jog alapköveit rakta le. Ez a lex posterior derogat legi priori elv, amely azt jelenti, hogy egy későbbi jogszabály, ugyanazon tartalommal meghozott jogszabály, az lerontja, kvázi felülírja a korábban elfogadott jogszabályokat. Szeretném bejelenteni, hogy ígéretünkhöz híven a mai nappal benyújtottuk a Parlex rendszeren keresztül az országgyűlés felé a trianoni békeszerződést hatályon kívül helyező törvényjavaslatunkat. Az ezt követendő, vagy ezt követő időszakban 30 nap áll az országgyűlésnek a rendelkezésére, hogy kitűzze azt a bizottságot, amely meg fogja vizsgálni érdemben és tartalmában ezt a törvénytervezetünket. Ez a törvényalkotási bizottság lesz. A 30 napos időtartam lejárását, eltelését követően pedig a bizottság össze fog ülni, és dönteni fog arról, hogy tárgysorozatba veszi ezt a törvénytervezetet, vagy pedig elutasítja. Abban az esetben, hogyha a tárgysorozatba veszi, akkor még a tavaszi plenáris ülésen az országgyűlés elé kerül ez a törvénytervezet. Mindannyian, a Mi Hazánk Mozgalom nevében kijelenthetjük, hogy bízunk abban, hogy minden parlamenti párt támogatni fogja ezt a kezdeményezést, és én egyúttal magánemberként és a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőjeként is felszólítok minden olyan parlamenti pártot, minden országgyűlési képviselőt, hogy álljon a kezdeményezésünk mellé, támogassa a trianoni békeszerződést hatályon kívül helyező törvénytervezetünket, törvényjavaslatunkat, hiszen ez mindannyiunk érdeke. Igazságot Magyarországnak.